egyszer. Itt azt nem kell belengedni, hogy a szánkó is belengedni. Tehát tök mindegy, hogy te erőből mész keresztül, attól nem rendíted el a szánkót a picsába. Önöknek milyen szakmai tapasztalataik vannak a szánkózással kapcsolatban? Szánkó húzás, szánkó nülés, kinek milyen hozzáértő tapasztalat? Nekem fáj a seggem. Fáj a fel... Az nem attól van, fiú! De hogy kell jó húzni? Az autóval? Aha. Elérünk egy 30-40-es tempót, majd jobbra-balra rángatjuk a kormányt, és figyeljük a tükörbe, hogy... És ti mit vártok ettől az új berendezéstől? Hát én túlélést. Túlélést, Laci? Hát... Ha halál lesz, akkor nem akarok ott lenni. Akkor együtt halljunk! Itt a kettő! És fölküzdi magát, nem! Lezugott a picsába! Milyen faszok! Oh! És ne a faszlop legyen! Szóval elindultunk erre hatalmas küldetésre, amiről még nem tették a senki! De mi jobban reményre indultunk el, hogy túléljük és megmaradunk! Mindent maradunk! Hát, ha meg nem, akkor mind meghalunk, persze! Körülbelül már 120 km per órával megyünk! Körülbelül 30-tal inkább! Hoztam! Oké, itt is jó, megvan! Megvan! Nem, elő! Oké, már lehetett, várjuk meg! Lecsukódik ez a szar! Kurva életbe! Új, bassz, meg ettem a havat! Véletlen! Hát, bassz, meg! Mert jön! Akkor jött a rád, meg a kör, a pár, mint te így jön, hogy elveszkedtem a fejlődetekben! Azok az a szóhúzók! Hát, még a belőkapatók! Ebben kiszkedés értettem! Mindig érünk! És most? Na ezt kapjátok ki! Baszki, nem látok! Nem marok! Jó, meg vagyunk! Nézd a hagyunkat a bolynak a bolynak! És jön! Jajaj! Oké. Lent vannak. It seems that the greatest difficulty is to find the end. Okay. Don't try to find it. Lent vannak. It's already there. Fejjel lefelé megy a szánkó.